Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Ösztönzik a véradási kedvet. 4 szervezet is segíti a gyulai önkéntesek nagyobb megbecsülését. 10 körzet, 10 képviselőjelölt. A Jobbik önálló polgármester jelölt hián Szalma István támogatná. Vandálok rongáltak éjjel. Tönkretették a németvárosi Sziolekvár főzőverseny díszletét. Idegenben nyert a Szeged. A Soroksár elleni 3-0-ás győzelemmel a 3. helyen áll a csapat. Valóra vált a szakács álma. Prohászka Béla olimpiai aranyát tartja karrierje csúcsának. Őrizetben a kerékpár tolvaj. A férfit a rendőrkapitányság a napokban állíthatja bíróság elé. Önkormányzati cégek felajánlásaival ösztönzik a nagyobb véradási kedvet Gyulán. A kedd délelőtti városházi sajtótájékoztatón elhangzott, 4 szervezet is segít abban, hogy az önkéntesek nagyobb megbecsülésben részesüljenek. Ez a nap híre ma. Önkormányzati cégek tettek fel ajánlásokat annak érdekében, hogy a korábbinál nagyobb elismerést kapjanak a véradók. Arra törekszünk, hogy a magunk eszközeivel segítsük a Magyar Vöröskereszt véradás szervező tevékenységét. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester jelentette be, hogy több önkormányzati céget is megkeresett, hogy a lehetőségeikhez mérten honorálják az önkéntes véradókat. A Gyulahús Kft. Az önkéntes véradóknak egy darab kupont biztosít véradásonként, amelyet a Gyulahús Kft. Márkaboltjaiban vásárlás esetén beválthatnak, és kapnak ajándékba egy darab 125 g-os gyulai májast. A Gyulahús mellett a kulturális és rendezvényszervező Kft. Belépőkkel és jegyekkel, a fürdő a már korábban bejelentett évi 1000 belépővel, a gyulakonyha pedig egy 150 főre elkészített ebéddel jelzi, értékelik a véradók tevékenységét. Mindenre szükség is van, mert mint a Magyar Vörös Kereszt területi vezetőjének a szavaiból kiderült, egyre kevesebb a térségben a fiatal, így ez a korosztály nem a kívánatos mértékben képviselteti magát a véradók között. Emberéletekről van szó. A mindennapokban sajnos nem csak idősek, kiskorú gyerekek, babák súlyos betegségbe esnek, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egyáltalán a komolyabb kezeléseket el tudják kezdeni, vérre van szüksége, hogy felerősítsék a szervezetét. Sajnos Gyuláról is tudok több ilyet. A másik pedig a életmentő műtétek. Többek között nyáron sajnos ugye egyre több a baleset. Tehát ez egy kiszámíthatatlan dolog. Vannak hetek, hogy elegendő a vérkészlet, de vannak napok, amikor nagyon nagy a felhasználás. Dénesné kereső Irén elmondta, a gyulai és a sarkadi kistérség 11 településén az elmúlt egy évben 367 új véradót regisztráltak. Ez a szám nem is olyan nagy, ha azt nézzük, hogy 52 hét alatt 3280 véradást kell megszervezniük. Vért bárki adhat, aki több mint 50 kg-ot nyom, elmúlt 18, de még nincs 66 éves. Mind a 10 körzetben indít egyéni képviselőjelölteket a Jobbik. A kedd délelőtti sajtótájékoztatón Csengeri Lajos gyulai elnök jelentette be, hogy önálló polgármester jelöltet nem állítanak, de ha összeszedi a szükséges ajánlásokat, akkor az FKGP és Szalma Istvánt támogatják. Mind a 10 egyéni körzetben állít jelöltet a Jobbik az őszi önkormányzati választásokon Gyulán. A jelöltek kilétét Csengeri Lajos, a párt helyi elnöke fedte fel a nyilvánosság számára a kedd délelőtti sajtótájékoztatón. Az egyes számú választókörzetbe indul Juhász Szilárd, kettes számú választókörzetbe Marosán Attila György, hármas számú választókörzetbe Szekeres István, négyes számú választókörzet Gomkötő László, ötös számú választókörzet Szabó Ferenc, hatos számú választókörzet Stír Mihály, hetes számú választókörzetben Horváth Lajos, nyolcas számú választókörzetben Szabó Attila, kilences számú választókörzetben Nagy Ferenc, és tízes számú választókörzetben szerint személyem Csengeri Lajos. A párt önálló polgármester jelöltet ugyan nem állít, de ha indul, akkor azt a Szalma István támogatják, aki a független kisgazdapárt színeiben méreti meg magát. Nem zárkóztunk el ugye a tárgyalásoktól. A tárgyalások
odáig jutottak, hogy mint emlékszünk rá, a parlamenti választásokon a Varga Géza képviselő jelöltünket a Szalma István helyi kisgazda elnök felvállalta és támogatására biztosította. Most a Szalma István jelezte felénk, hogy ő indulna a polgármesteri székért, ezért úgy döntöttem, hogy Szalma István kisgazda elnököt fogjuk támogatni, amennyibe indul a polgármesteri székért. A Jobbik listájának első helyét Csengeri Lajos, a másodikat Szabó Ferenc, a harmadikat pedig Stier Mihály foglalja el. A szervezet városi elnöke elmondta, a listás bejutás mellett egy-két egyéni körzetet szeretnének megnyerni. Szomorú kép fogadta a Németvároson élőket kedd reggel. Az éjszakai órákban vandálok rongálták meg a szilvalekvár főzőverseny dekorációját. Hogy tönkretették a gyönyörű szép kosarat, ami a hölgyfigurának a kontja volt. Ak Ferenc, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat tagja mutatja, hogy milyen rongálást végeztek kedre virradóra a németvárosi szilvalekvár főzőversenyt hirdető dekoráción. Az egyelőre ismeretlen elkövető vagy elkövetők az éjszakai órákban döntötték darabjaira a szalmabálából készült installációt. Az eset azért is különösen szomorú számukra, mert baráti összefogással, nagy lelkesedéssel készítették el a programot hirdető dekorációt. Össze kellett, hogy fogjunk 5-en, 6-an, 7-en is, hogy fel tudjuk tenni ezt a hárommázsás bálát, ezeket a bálákat. Meg ugye stabilizáltuk, és tényleg annyira jól mutatott, olyan szép volt kosára fején a hölgy figurának, mintha kontja lett volna. Meg tehát abszolút tényleg olyan kis mutatósra sikerült az egész, és hát én nem tudom, hogy tényleg kinek van ilyen lelkiismerete, hogy másnak a munkájába ennyire belerondítson, ennyire tönkre tegye. Bár fordult már elő, vandál cselekedett a városrészen, de alapjaiban itt nem jellemző az ilyen viselkedés, ezért is háborította fel különösen az itt élőket. Tavaly is ellopták mindig a kendőitak alapját, hát most ezt csinálták. Hát nagyon nehéz feldolgozni, több ember kell, meg létrával tudták feltenni, mert nehéz egy ilyen bála. Hát erős banda lehetett, hogy ennyire szétbírta durni. Az érintettek megtették a szükséges törvényi lépéseket, és bízva abban, hogy nem ismétlődik meg a cselekedet, úgy döntöttek, újra felépítik a szalma dekorációt. Mitták Mónika, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat elnöke már korábban is szembesült hasonló problémákkal, ezért most konkrét segítségkéréssel fordult a városvezetőkhöz. A gyönyörű szép dekorációnkat a vandálok szétrombolták. A városhoz fordultunk ezért segítségért, hogy mit tudnánk tenni, hogy ne történhessen ez meg újra, és a várostól azonnal intézkedtek, amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és itt egy-két órán belül már szerelik is föl a mobil kamerát. Reméljük, hogy ez egy visszatartó erő lesz a jövőben, és hogy egy állandó kamera is majd felszerelésre kerül. A szervezők bíznak benne, hogy a jövő heti program kezdetéig már nem kell hasonló vandál cselekedettel szembesülniük. A Siófok elleni idegenbeli 1-1 után újabb idegenbeli találkozó várta a hazai mérkőzéseit Gyulán játszó Szeged 2011 Grosics Akadémia együttesére. A tavalyi évben végig a Soroksárt üldöző gárda ezúttal nem hagyott sok lehetőséget az ellenfélnek. Germán Zabari és Szabó Péter találataival 3-0-ra nyert, és két forduló után a másodosztályú bajnokság harmadik helyén áll. A csapat első hazai meccse szombaton kora este 17:30 kezdődik a Grosics Akadémián. Prohászka Béla gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy szakács lett. A Venezs díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács az alázatot, a tiszteletet és a hivatásunk iránti mély szeretetet nevezte a sikerzálogának. A mai kézjegyben bemutatja főzőtudományát egy könnyed étel elkészítésével, amit ebédként és vacsoraként is ajánl a nézőknek. Prohászka Béla már egészen korán, kisgyermekkorában eldöntötte, hogy szakács lesz. A kézjegyben azt mondta, sikerült elérnie kitűzött céljait. A Venezs díjas mesterszakács csapatversenyzőként többször dobogós lett az olimpián. 1998-ban, már akkor első ízben az erfurti olimpián, tehát részt vettem, mint a magyar nemzeti válogatott tagjaként.
ott bronzérem és ezüstérmet kaptunk. Majd későbbekben a Hungest Hotelsnek voltam a csapatkapitánya, különböző Európa-bajnokság, világbajnokság, Európa-kupákon, világkupákon, tehát vesztem részt, mondhatom, hogy Chicagótól, Bangkokig, Glasgowtól, akár Erfurtig. Ezek olyan tapasztalatokkal virágoztak föl, ami számomra eldöntöttem, hogy a legnagyobb csúcson szeretném majd én abba hagyni. A gasztronómia csúcsát számára az olimpiai aranyérem jelentette, amit 2008-ban egyéniben szerzett Erfurtban. Sikereiért ma is hálás Gyulának és oktatóinak, akik hozzásegítették karrierjéhez. Hála Istennek egy olyan nagyon jó kis csapat volt, ahol tanuló voltam, ez a Gyulai Park Hotel, és itt azért meg szeretném említeni Panász Kati Vadar, Blindás János, Dr. Tóth József nevét, akik engyengedték is utána tehát az útjaimat, szakmai utakat, mert tőlük kaptam tehát egy olyan lehetőséget, hogy a szakmának tehát nem csak a tükörtojás rántott szelet sütése, hanem annak a különlegessége, annak a rangját is megtanulhattam. Prohászka Béla paprikás csirkét ajánlott a nézőknek, amely könnyed és gyorsan elkészül, így nagyszerű választás akár ebédre vagy vacsorára. Elmondta, az elkészített étel amellett, hogy íncsiklandozó, esztétikailag is csábító kell, hogy legyen. Számára a legnagyobb elismerést az elégedett fogyasztó jelenti. Egy helyi férfit vettek őrizetbe hétfőn a gyulai rendőrök. A 20 éves C. Gábor augusztus 24-én a hajnali órákban Gyulán, a Városház utca és a Bodoki utca kereszteződésétől tulajdonított el egy kerékpárt. A férfit lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt a rendőrkapitányság 3 napon belül bíróság elé állíthatja. 8 tagintézmény 33 csoportjában kezdik meg az idei évet a gyerekek az egyesített gyulai óvodákban. Rövid hírek következnek. Közel 120 fő részvételével tartották meg hétfőn Gyula város egyesített óvodájának évindító értekezletét. Ennek az évnek az egyik kiemelkedő feladata lesz a szakmaiság megújítása. Idén pályázati segítséggel lehetőség lesz az érzelmi nevelés erősítésére, és a vezetés bízik benne, hogy ebben az évben is sikerül megrendezni a családi napot, a kicsik nagy olimpiáját. Ebben az évben is azt tartják szem előtt, hogy a gyerekek lelki és szellemi fejlődésére a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak az óvodapedagógusok. Magyarországon 1970 óta működnek telefonos lelkisegélyszolgálatok. Ma már országszerte 20 telefonszolgálatnál közel 600 ügyelő fogadja a hívásokat éjjel-nappal az ingyenesen hívható telefonszámon. Gajda Róbert megyei kormány megbízott elmondta, Békés Csabán 1989 óta működik telefonos lelkisegélyszolgálat. Ezekhez a tavalyi évben 10 000 hívás érkezett be. Az esetek negyedénél a hívófél élete valamilyen módon veszélyben volt. Dr. Bodonovics Jenő, az NMHH média és hírközlési biztosa a sajtótájékoztató utáni konferencián az öngyilkosságok médiatudósításainak adatkezelési problémáiról tartott előadást. Péntektől vasárnapig versenyeztek az úszók a Várfürdő Szécsi Tamás sportuszodájában. A dr. Regele Károly emlékversenyt az ország legnagyobb és legnépszerűbb szenior úszóversenyeként tartják számon. Szombaton már számos érmet kiosztottak a szenior korcsoportok különböző versenyszámaiban. Dr. Legeza László sikeresen képviselte Gyulát a mezőnyben, ő 50 és 100 méteren is aranyérmet szerzett pillangóban. A piros-feketében játszó kékfehérek már a játék kezdetén átvették az irányítást, a labda alig tévedt saját térfelükre. A nézőknek nem kellett sokáig várniuk a helyzetekre, a 11. percben Bálint Balázs adott gólpasszt Bondár Attilának, aki megszerezte a termár első gólját. Az ellenfél hamarosan kiharcolt egy szabadrugást, de a labda nem került a kapuba. Néhány perccel később a bajai kapus nagyot védett, de a 25. percben Nagy Gergely lövésére már nem tudott így reagálni. A 2-0-ás vezetés után újabb szabadrugás következett, Nagy Bálint Antal védett. A 39. percben szabadrugásból szerzett gólt az ellenféltől Prince Gilbert. A következő szögletből a gyulaiak már nem tudtak gólt szerezni. A
folytatás jobban sikerült a hazaiaknak, a 48. percben a szöglet után beadott labdát Barna István Róbert magabiztosan lőtte a kapuba. Számos településen így Gyulán is előfordul, hogy ittas fiatalok törnek, zúznak. Ma a nap kérdésében arról érdeklődünk, vajon mivel lehetne elejét venni a vandál cselekedeteknek. Gyulán egyre több helyen szerelnek fel térfigyelő kamerákat, ami segíthet a vandál cselekmények visszaszorításában. A járókelőket a megelőzés lehetőségeiről kérdeztük. Hát először is megelőzni a gyerekek által. A gyerekekkel kellene olyan szokásokat elsajátítani, ami végül beépül és természetessé válik, hogy a környezetük szép, amit ők készítenek, amiben ők beleavatkozhatnak, akkor azt meg kell becsülni, és reméljük, mire felnőttek lesznek, akkor ez elsajátítódik, és nem fognak olyat csinálni. Hát én azt gondolom, hogy amit a kolléganőm elmondott, hogy már gyermekkorban a nevelés nagyon-nagyon fontos, hogy olyan irányba tereljük a gyerekeket, hogy a környezetet védeni és óvni kell, de nyilván elkerülhetetlen, hogy ne legyenek olyan fiatal felnőttek vagy felnőttek, akik vandálkodnak. Én úgy gondolom, hogy ezek a térfigyelő kamerák nagyon jól beváltak, legalábbis a sajtóban, televízióban ezt látom, hogy térfigyelő kamerák által nagyon sok minden nyomon követhető, megelőzhető, illetve tetten érhető. Nem tudok majd választani, csak a rendőrségnek kellene jobban odafigyelni, meg hát a józan polgároknak is. Más nem tudok mondani. Mit lehetne tenni éjszaka, vagy ilyesmi, hogy ugye megelőzhető? Igen. Hát az, hogy hát az ifjúságot, azt, akik olyanok, azt a hát a vendéglátóhelyektől csak kitiltani, meg hát, mert csak nem józanul csinálják szerintem. Holland befektető érdeklődik Békés Csabán az évek óta üresen álló Körös Hotel épülete iránt. Lapszemle következik. Felújíthatják a Körös Hotelt. Egy olyan probléma oldódhat meg rövid időn belül, amely évtizedek óta adott okot a panaszra, írta a Csabai Mérleg. A hosszú ideje üresen álló, már a lepusztult Körös Hotel épületét egy holland befektetőcsoport kívánja megvásárolni, jelentette be Hanó Miklós alpolgármester Békés Csabán. Indul a DK Orosházán. A demokratikus koalíció is indul az őszi választásokon, közölte az Orosz Café. A szervezet 9 jelölttel és egy polgármester jelölttel vág neki az októberi voksolásnak, és egy-két egyéni helyre számítanak a városi képviselőtestületben. Tégy az egészségedért! Ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségügyi tanácsokkal várják a gyulai kistérségben élőket, írta a Gyulai Hírlap. A szűrések és tanácsadások jelentős fontossággal bírnak, hiszen általuk képesek lehetünk megelőzni súlyosabb betegségeket. Családi nap Nagyváradon. Szent László király és rokonai látogattak a nagyváradi püspöki palota kertjében rendezett családi napra, írta a Magyar Kurír. A családi napra Nagyváradra érkeztek azok a 4,5 méteres óriás bábuk, melyek Szent Lászlót és családját jelenítették meg. Szerdán változóan felhős napos idő lesz, kissé ismét hűl az idő. Az évszaknak megfelelő hőmérséklet csak péntektől várható. Szerdától ismét lehűlés következik. A felhőkből záporok és gyenge zivatarok kialakulhatnak, azonban számottevő eső nem lesz. A hőmérséklet 18 és 22 fok között változik. Csütörtökön jelentős változás nem várható az időjárást illetően. Az esernyőnkre továbbra is szükség lehet. A kora reggeli hőmérséklet egészen 11 fokig csökken. Napközben 24 fok várható. Lássuk még egyszer mai híreinket. Ösztönzik a véradási kedvet. 4 szervezet is segíti a gyulai önkéntesek nagyobb megbecsülését. 10 körzet, 10 képviselő jelölt. A Jobbik önálló polgármester jelölt hiány Szalma István támogatná. Vandálok rongáltak éjjel. Tönkretették a németvárosi Sziolekvár főzőverseny díszletét. Idegenben nyert a Szeged. A Soroksár elleni 3-0-ás győzelemmel a harmadik helyen áll a csapat. Valóra vált a szakács álma. Prohászka Béla olimpiai aranyát tartja karrierje csúcsának. Őrizetben a kerékpár tolvaj. A férfit a rendőrkapitányság a napokban állíthatja bíróság elé. A Gyula TV híradóját látták. Most a sorsforduló következik, utána a kézjegyet, majd a pódiumot tekinthetik meg. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!